most így a vírus első hulláma után általában szeretnek engem az emberek, vagy ilyen pozitív érzéseket vált ki az arcom, hogyha találkozik velem valaki. Ez biztos, hogy ennek is köszönhető, hogy a humor az valahogy föltűnt ebben a képben, és ebben nagyon sokat köszönhetek a nagyfiamnak is. Nos, ha a nagyfiadat említetted, Dani, ugye egy online alkalmazásban ő rengeteg olyan videót tölt föl, amit fiatalok tömkelege néznek, nagyon-nagyon sokan, tízezek, százezek. Nos, egy ilyen videóban te is feltűntél, lehet, hogy nem is egyben, de én egyet konkrétan láttam, ami ilyen volt. Ő kért meg rá, hogy te szerepelj abban, ugye ez arról szólt, hogy tehát láttuk ezt a bizonyos társadalmi célú reklámot, hogy maradj otthon, majd egyszer csak benyitottál az ajtón, és ellenőrizted, hogy valóban otthon van-e az adott illető, aki a fiad volt. Ó, kijött YouTube-on egy új videóklipjük. Megnézzük! Egy egyszerű, de nagyon fontos kéréssel fordulunk idős honfitársainkhoz. Na jó, hát ezt már ezerszer hallottam. Nem baj, ez nagyon fontos. Maradjanak otthon. Ezt te találtad ki, vagy az ő kreativitását dicséri? Kulisszatitok, hogy nem benyitottam, hanem kinyitottam a WC ajtón, mert ott voltam benne a WC-ben addig, amíg ő elmondta az elejét a szövegnek. Ezt ő találta ki, és nem megkért, hanem javasolta nekem. Tehát ez egy tök jó érzés, hogy a gyerekemmel gyakorlatilag ilyen konzult, tatív kapcsolatban vagyok, hogy ő javasol nekem valamit, én dönthetek róla, mostanában sokszor kérek tanácsot tőle. Lutter Imre vagyok, a költészet szerelmese. A versek gyakorta csak úgy jönnek és mennek az ember életében, egymásnak adva a kilincset, épp úgy, ahogy a vendégek. De van olyan vendég, akit nem eresztünk. És van olyan vers, amely nem ereszt bennünket. Ebben a műsorban ismert barátaim mondják el, hogy hogyan változtatta meg az életüket egy vers, és hogy mit gondolnak a világról. Ez itt az Élet a sorok között. Ma Györfi Pállal találkozom, akinek a gyermekkoráról, a családjáról viszonylag keveset tudunk. Pedig édesapjával való kapcsolata egy életre meghatározó számára, ezt Adi versével is bizonyítja. Persze azért rákérdezek arra is, hogyan viseli a járványhelyzet alatt hirtelen megnőtt népszerűséget. Jobb egy mentő ötlet, mint öt mentő egylet. Ezt Karinti Frigyes, a humor és az intellektualitás nagy ágyúja mondta, és mennyire igaza van, de azért nem árt, hogyha néha van legalább egy mentő a közelünkben, ha más nem mentő ötletként. Bizony van egy olyan ember, aki folyamatosan belesett az otthonunkba az elmúlt időszakban, nem hagyott bennünket békén, ő az ismeretlen ismerős mindenki családtagja, már nem csak orvos van a családban, hanem mentős is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásunkat. Györfi Pál, aki lényegében tényleg mindenki palija, vagy palibácsi, attól függ, hogy melyik generációból. Te, aki gyerekként mentős akartál lenni, miért akar egy gyerek mentős lenni? A sziréna miatt, vagy az autó miatt, vagy miért? Fogalmam sincs. Tényleg nem tudom, a legkorábbi emlékem az olyan 3-4 éves koromból származik, de ezek az emlékek csalókák, mert lehet, hogy ez is már olyan, amit mondtak nekem a szüleim, hogy ez történt 3-4 éves koromban, és nem a saját emlékem. Mindenesetre arról szólt, hogy ült a dédnagymamám a Sziget cukrászda teraszán, Szent István körúton a Margit híd közelében, ott laktunk, és én pedig ott az asztal körül szaladgáltam, és a dédnagymamám előtt ott volt egy pohár szódavíz, meg egy kávé. Akkoriban ez divat volt, nénik ott üldögéltek, nem tudom mennyire divat most az ilyen kertességekben. És akkor kérdezték a többiek, hogy na ez a kis szőke, kisgyerek, ez a palika, ez mi akar lenni, amikor nagy lesz? És én akkor már állítólag azt válaszoltam, hogy hát vagy mentős, vagy orvos, ebben nem vagyok már 100%-ig biztos, de tulajdonképpen mindegy is, mert ez valahogy így párhuzamosan futott nálam ez a két ambíció, hogy orvos legyek és hogy mentőorvos, és aztán az egyiket föl kellett adnom, de az már 11-2 évvel később történt, amikor a gimi utolsó évében rájöttem, hogy ez így nem lesz jó, nem fognak fölvenni így az egyetemre, mert nem tanultam elég jól pont a legkritikusabb évben, de aztán a másik az valóra vált, és hát azóta is az életem része, vagy nagyon fontos része a mentőszolgálat. Egy ország tanulta meg tőle a járványhelyzetben, hogy maradjon otthon. Mindannyiunk ismerőse és őrangyala lett Györfi Pál, akitől a koronavírus járvány közben készakarva sem tudtunk szabadulni. Mindenkinek belesett az ablakán, vagy a neten, vagy a tévében, vagy az újság címlapján. Már 6 évesen mentős akart lenni. Bármit hozott aztán az élet, mindent ennek a hivatásnak rendelt alá. Volt, hogy titokban mentőzött, amikor egy időre elsodorta az élet a frontvonalból. Mentálhigiénés és
Kommunikációs szakemberként is jól ismeri a mentősök világát. 2004 óta az országos mentőszolgálat szóvivője. Örökké a kamerák keresztüzében él, mert baleset az sajnos mindig van. Szerencsére a veszélyhelyzet enyhülése sem hozott kevesebb tennivaló Györfi Pálnak, aki nem csupán elfoglalt szakember, hanem 4 gyermekes édesapa is. Az apaság pedig most már az egyik legfontosabb dolog az életében. Ha képben vagy, és tetszik a műsor, azért, hogy lásd a következőt is, ne felejts el feliratkozni, és megnyomni a kis csengőt. Egyébként voltál kisgyermekkorodban mentőben? Tehát mondjuk adódott olyan helyzet, amikor téged vittek, nyilván akkor te nem telhetetlen, aki kísért valakit, de hogy volt-e olyan, amikor te voltál? Igen, talán ez lett volna a leglogikusabb magyarázat, nem? Hogy engem vitt a mentő, és akkor ez megtetszett, és... Mert sokan büszkék rá, tehát viszi a mentő, és mondják, hogy életemben először ültem Mercedes mentő, hogy olyan szép, gyönyörű belső világítása volt, hogy engem vittek, és mindenki volt világítok, ez elképesztő jó, magyarázatok gyerekként. Most, ahol dolgozom, az irodámban van egy poszter, és ez a poszter egy mentőautót ábrázol belülről. És sokszor gondolkodom rajta, hogy ez vajon másnak is ennyire szép, mint nekem? Mert nekem gyönyörű, hát a gyönyörű fények, meg tényleg egy ilyen mai mentőautó annyira hipermodern és tényleg szép, de könnyen el tudom hinni, és megértem azt, hogyha egy normális ember inkább viszonyog ettől, vagy távolságot tart tőle. Engem nem vitt mentő gyerekkoromban, egyszer lett volna rá szükségem, amikor eltört a lábam, lelögtek, nagyobb gyerekek szaladgáltak a Jászai-Mari téren, és ott a Margit-hit környéken. De már önmagában, amit mondtál, az is paradoxon, tehát hogy nagyobb gyerekek, nálad nagyobb gyerekek. Igen, mert én tudom, én olyan 6 éves lehettem, és ők meg ilyen 10 évesek voltak, és volt ott egy olyan mászóka, ami betonból készült, vagy kőből, és így körbe lehetett menni, följutni a csúcsig, és ott középtájon jártam, amikor jöttek a nagyok, és valahogy így lelögtek, és úgy estem le, hogy a sípcsontom eltört, de apám ott volt, és fölkapott, és saját kezüleg vitt be a Madarász utcai gyerekkórházba. Tehát akkor lett volna, hogy mondjam, jogosan szükségem a mentőre, de végül is nem hívtak mentőt hozzám, úgyhogy nem volt ilyen saját élményem. Viszont közel laktunk a Markó utcához, a Markó utcában már akkor is mentőállomás működött. Megjegyzem, Európában az első mentőállomásnak épült épület a Markó utca 22. Mindenkinek, aki most néz minket, javaslom, hogy egyszer látogasson el oda. Ki jött a PR szakember, a kommunikációs igazgató is bele természetesen. Hát ez akkor lenne gyanús, hogyha a belépőt szednénk. De nem szedünk belépőt, ingyen lehet bejönni a mentőmúzeumba, és Európa talán a legszebb mentőmúzeum van nálunk, van a Markó utcában. Úgyhogy akkoriban még talán nem létezett ez a mentőmúzeum, biztosan nem létezett, viszont ott álltak sorba a fehér mentőautók, akkor még az egész Markó utca a mentőké volt, le volt zárva a forgalom elől, és ott nem lehetett parkolni autóknak, viszont a NISA mentőautók ott álltak sorba, amelyik esetkocsi volt, amelyiket ilyen sürgős híváshoz lehetett hívni, azoknak még egy piros zászló is volt a tetején, ez akkoriban. Én még emlékszem, az én gyerekkoromban is volt még ez, bizonyán. Hát akkor... Nem tudtam akkor, hogy ez mit jelent, de azt tudtam, hogy ha piros zászló kimenni, azt hittem, hogy akkor vért szállít egyébként, ezt most tudtam meg tőled, hogy akkor ezek szerint nem. Ez minden sűrűs hívásnál, amikor megkaptuk a címet, akkor a gépkocsi vezető feladata volt kirakni ezt a piros zászlót, és amíg sürgős volt az út, addig ez kim volt. És nagy tekintélye volt az autósoknál, tehát aki meglátta a tükörben, hogy jön egy mentőautó, és azon kim van a piros zászló, azonnal lehúzódott oldalra. Úgyhogy ebben a korszakban a külsőségek is számítanak azért egy gyereknek, tehát nagyon sok matchboxra játszottam otthon, és lehet, hogy addig igazából mindegyik egyformán tetszett, de onnantól kezdve már a mentőautó matchboxok voltak a kedvenceim, és az ebéd mellett ott az evőeszközök környékén én ilyen baleseti helyzeteket szimuláltam, jöttek a különböző esetkocsik, tehát súlyos. Nagyon megfertőzött ez a helyzet téged. Most említetted az édesapádat, aki ugye a két karjában vitt be téged a mentőállomásra. Neked milyen volt a viszonyod az édesapáddal, vagy egyáltalán a családi környezet mennyire határozta meg azt, hogy aztán később milyen irányba fordulj, milyen lelkülettel bírj, hogy bírte azt a fajta napi strapát, ami például ezzel a hivatással jár? Egy normális polgári családban nőttem föl. Úgy nézett ki nálunk a család, hogy apám, anyám és a nagymamám és én egyke voltam, tehát így laktunk négyen. A nagymamám nevelt igazából föl, mert a szüleim éjszaka dolgoztak, zenészek voltak,
és a nagymamám foglalkozott velem legtöbbet. És az anyukám is, amikor tudott, az apám meg tisztes távolságból segített be ebbe, de például ilyen feladatokban ő ott volt, hogy elvitt a játszótérre, szegény, el tudom képzelni, amikor törött lábbal hazahozott, akkor mit kapott anyámtól meg a nagymamámtól. Mindenesetre, ahogy nőttem és ahogy felnőtt lettem, úgy kerültem szerintem egyre közelebb az apámhoz. És a végén ketten maradtunk, mert először az édesanyám halt meg, aztán a nagymamám, és végül az apám, és az apám utolsó éveit azt tulajdonképpen így töltöttük, hogy én igyekeztem mellette lenni betegsége alatt is, és az utolsó napján is, meg az utolsó pillanatokban is. Tehát azt tudom így utólag mondani, bár ezt így soha nem gondoltam végig, de valóban egy ilyen egyre intimebb kapcsolat volt az apámmal, legalábbis így emlékszem. Eszembe jutott-e az, mert nyilván egy orvosnak eszébe jut, hogy tud segíteni a saját apján, hogyha beteg. Neked az eszedbe jutott-e, hogy mi az, amit meg tudsz tenni érte abban a pillanatban, hogyha éppen neki mondjuk nem csak mentőre van szüksége, hanem ellátásra, vagy bármire? Hát hogyne. Azt gondolom, hogy a természet rendje az, hogyha a gyerek temeti el a szüleit, meg a nagyszüleit, szüleit, hát ez a kronológia, ennek így kell lennie, vagy így normális. Szörnyű dolog az, hogyha fordítva történik. Tehát én erre lelkileg is föl voltam készülve, és persze, amit mentősként tudtam, vagy tanultam, azt igyekeztem használni. Ezt valahogy mindig is így terveztem, ez lehet, hogy furcsa hangzik, de így terveztem, hogyha döntési helyzetbe kerülünk, hogy kórházban, vagy otthon, akkor ha valóban így akarja akár az anyám, akár az apám, hogy otthon, akkor én ebben abszolút partner vagyok, és így is történt, tehát így csináltuk végig. Ezek nem könnyű történetek, de utólag azt gondolom, hogy ez tök jó volt, hogy így csináltuk végig. Adi Endrétől hoztál egy verset, a Krisztus kereszt az erdőn című verset, ami nagyon érdekes, mert ugye Adinak is sajátos volt az apjával a kapcsolata. Ebben a versben például a két nyakas magyar kálvinista, hogy megjelenik, amikor az ember gyerekként állandóan vitatkozna az apjával, mert hát benne van, hiszen gyerek és mindent jobban akar tudni, és persze nem akar elfogadni a felnőttek tapasztalatát, de valahol meg mégis ragaszkodik ahhoz, amit az apja mond, és aztán persze 20 évvel később ez az egész egészen másképp él benne. Milyen életérzés alapján született meg a vonzódásod ehhez a vershez? Adi verse iránti vonzalmam az már kamaszkorom óta megvan, és ezen belül pedig, ha jól emlékszem, akkor nem olyan nagyon régen fedeztem föl magamnak ezt a verset, és ha az a kérdés, hogy miért pont ezt választom, akkor talán az a magyarázat, hogy mostanában egyre hangsúlyosabb szerep az életemben az apa szerep. Tehát az ember az életében egyszerre is nagyon sokféle szerepet tölt be, tehát egyszerre vagy szomszéd, egyszerre vagy gyerek, egyszerre vagy főnök, vagy beosztott, tehát ezek különböző szerepek, és vannak olyan életszakaszok, amikor egyik fontosabb, másik fontosabb. Nekem az apa szerep talán nem meglepő módon így négy gyerekkel a hátam mögött, vagy a kezemben egyre fontosabb, és ebben az apa szerepben szeretnék persze én is jól teljesíteni. Figyelem a gyerekeimet, hogy vajon ők milyen apát kaptak velem, milyen ez a kapcsolat, és ez a versben megírt hangulat, ez a mind a kettő, mert ugye két hangulatot állít szembe a költő egymással. Az egyiket, ami egy ilyen felelőtlen jókedv és gyakorlatilag apa-fiú összekapaszkodása, egy ilyen, hogy mondjam, mindenre fityet hányó pillanatban. Utána következik a másik, ami ennek az ellentéte, amikor eltelik 20 év, és utána már sok mindent másképp lát az ember, megkomolyodik, és egy kicsit több tisztelettel néz például arra a keresztre, ami mellett egyébként fütyörészve haladt el 20 évvel korábban. Nehéz költőnek tartják Adi Endrét azok, akik csupán az iskolai kötelezőkön keresztül ismerték meg, pedig csak mély, és mélysége az emberi lélek bonyolultságából fakad. Bennünket, a mi igazságunkat és gyöngeségünket írja meg örökzöld verseiben. Adi 1877-ben született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Édesapja Diós Adi Adi Lőrinc, kisparaszti gazdálkodó, édesanyja Pásztor Mária református lelkipásztorok leszármazottja volt. Édesapja a
megúszott nemesi család felemelését várt a fiától. Szolgabírónak szánta, többek közt ezért is íratta be a debreceni jogakadémiára. Sem a jogvilágában, sem Debrecenben nem talált otthonra, így másodévben már szülei beleegyezésével Pesten tanult tovább, míg nem sokkal később jogi tanulmányait is félbehagyta. Bár talán nem abban az értelemben, ahogy édesapja elképzelte, de Adi kétség kívül halhatatlanná tette családnevét. Apjához fűződő viszonyáról kimondatlanul is sok mindent megtudhatunk a Krisztus kereszt az erdőn című verséből, ahol két nyakas kálvinista, egy igen és egy nem, dacolnak egymással, ahogy egy kamasz dacol ösztönösen az apja állításaival, parancsaival, majd az idővel röpülve férfias készfogásúvá, egymás harcostársává és segítőjévé válik a két ember. A versben ott van minden az apaság és az apai örökséggel együtt élő fiú mély, örvényekkel teli kapcsolatából. A vers Győrfi Pál számára mind gyermekként, mind apaként nagyon fontos. Ha ez nem művészet, akkor nem is kell a művészet, mert az a fontos, hogy figyeljenek az emberek, és hogy jól érezzék magukat. Ugye milyen igaz van Karintinak? Ha te jól érzed magad, iratkozz fel a csatornámra, és nyomd meg a kis csengőt, és akkor legközelebb is találkozunk. Nektek a vallásosság az égéd része volt az életeteknek? Vagy mennyire volt jelen a családban egyáltalán a hit vagy a templomba járás? Keresztény családból származom, de nem voltunk templomba járók. Tehát a nagymamám is úgy volt vallásos, hogy közben nagyon ritkán ment templomba. És én a szocializmus éveiben kaptam meg az első impulzusokat, tehát a materialista nevelés az azért a meghatározója volt az életem első felének, de ahogy nőttem, én is egyre többet foglalkoztam az élet nagy kérdéseivel, és mindaz, amiről eddig beszéltünk, kezdve a szülők betegségén át, a saját apa szerepemig, azért előbb-utóbb elvezet valahogy ahhoz az alapkérdéshez, ami Istennel függ össze. Úgyhogy én is egyre közelebb kerülök ehhez a témához, és egyre közelebb. Hogy egy példát mondjak, amikor elvettem a feleségemet, Adrit, akkor nem volt egyházi esküvünk, hanem anyakönyvvezető előtt esküdtünk össze, és ahogy ért a kapcsolatunk, én most itt az asztalról elvettem az előbb egy könyvet, még nem indult el a felvétel, ezek szerelmes versek. És hozzá gyönyörűek, így van. Ahogy kinyitottam, megtártam véletlenül Petőfi egyik versét, a Feleségek felesége az a címe, hogyha valakinek van ideje, akkor érdemes kinyitni. Az is arról szól, hogy érik meg a szerelem. És hogy persze, hát sokféle tartalma van az első pillanatban is, de hogyha az ember együtt él valakivel, és jól működik a kapcsolat, akkor ebből egy mély szeretet lesz. És ebben a mély szeretetben volt egy olyan belső igényünk, hogy ez a kapcsolat, ez a lelki kapcsolat, ez nyerjen egyfajta legitimitást az égiek előtt is. Tudom, hogy infantilisan hangzik, de tényleg úgy gondoltam, hogy hát, amikor majd megyünk a mennyországba, akkor tudjanak már róla, hogy mi összetartozunk, mert valószínűleg nem egyszerre fogunk érkezni, tehát hogy ott legyünk mi egy pár. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas, nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt. Dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista. Miként az idő úgy repültünk, apa, fiú. Egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy repültünk. 20 év elmúlt, s gondolatban ott repül a szánom az éjben. S amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a szánom az éjben. Suliban egy évfolyamban jártam Pál Feri atyával, nem tudom, hogy mennyire. Hogyne. Aki azóta egy közismert ember lett. Szerintem akkor, elég sokan ismerik. Igen, de akkor még nem volt közismert, mint ahogy én sem voltam az, és sokat tanultam akkor is Pál Ferit, és valahogy akkor elhatároztam, hogy ha majd nekem egyszer egyházi esküvőm lesz, akkor a Ferit kérem meg, hogy adjon össze minket, és ez sikerült. Tehát ő elvállalta ezt, úgyhogy ott álltam az oltár előtt, egyrészt nagyon örültem, mert nagyon fontos volt nekem, hogy ő mit mond, és utána, amikor az igenre vagy nemre kerül a sor, akkor így átsandítottam az Adrira, és valóban, ahogy mondod, hogy, tehát azt, hogy úgy láttam, hogy tényleg szívből azt mondja, hogy igen,
Ez egy nagyon fontos visszajelzés fontos volt számodra, volt, igen. Fontos abszolút. Pillanat volt, igen. Most érdekes a ti kapcsolatotok, mert hogy a feleséged ugye jogász. Te meg szóvivő vagy, most azért érdekes szócsaták lehetnek például otthon, amikor az ember elkezd egy igazi komoly replikát. Valahogy kezdettől fogva otthon ő a főnök, tehát nekem nincs semmilyen illúzióm azzal kapcsolatban, hogy ne úgy történnek a dolgok, ahogy ő akarja. Szerintem néha hagyja azért, hogy úgy érezzem, mintha nekem is lenne beleszólásom, de általában amiket ő mond, azok be is szoktak jönni, tehát nem érzem magam elnyomva, hanem inkább azt érzem, hogy az ő intellektusa vagy a az inkább segít abban, hogy jó döntéseket hozzunk. Úgyhogy ez így van. Néha hazaérek, akkor még egy kicsit bennem van a főnökösködés, tudod, mert hozom magammal az irodai közegből, ott van 3-4 ember, aki munkatársam, és akikkel persze az ember másképpen kommunikál, meg a helyzeteket másképp oldja meg. Akkor mindig rám szól a feleségem, hogy álljál már át, mert itthon vagy, már nem a beosztottaidra beszélsz, hanem. És akkor én gyorsan át is állok. Azért most, amikor volt egy koronavírus járvány, azért ez egy hihetetlen, az, amit az ember otthon kénytelen elviselni, ugye, hogy bezártság van, meg félelem van, meg ismeretlen dolgok, mert az ember nem tudja, hogy milyen következményei lehetnek egy ilyen járványnak, de te mindezt tűz közelből kell, hogy megéld, és minden egyes nap látásra magulási non-stopot kell, hogy legyél ebben. Ha hazamész, mennyire tudod ezt levetkőzni? Inkább az a baj, hogy nem akarom. Tehát, hogy nekem annyira része az életemnek, a személyiségemnek a munkám, hogy tényleg nem munkaként fogom föl. Ennek van nyilván előnye is, meg hátránya is. Tehát nekem egyáltalán nem teher az, hogyha mondjuk szombat délután történik valami, amivel nekem foglalkoznom kell. Tudom, ez most csúnya hangzik, és ne történjen senkivel semmi baleset, de hát tudod, nem csak balesetekkel foglalkozom én mentő szóvivőként, hanem nagyon sok más ügy is van, és ezek az ügyek rendszerint hétvégén vagy munkaidőn kívül indulnak, vagy keletkeznek, és a feleségem ezt sokáig nehezen viselte, hát gondolom most se örül neki, amikor mondjuk vasárnap eljutunk odáig egy nagy családban, aki így él, tudja, hogy azért nem egyszerű összerakni mondjuk egy ebédet, tehát úgy, hogy mindenki odaüljön végre az asztalhoz, és kész legyen a kaja, és általában abban a pillanatban szokott valami történni, vagy mondjuk megjönnek a tévés, az esti íradóba forgatott anyag miatt, tehát hogy mindig valami történik, de ez nekem általában nem okoz gondot, sőt, aki mostanában a munkaerőpiacon állást keres, az talán megtanulta ezt a fogást, hogy ha kérdezik tőled egy interjún, hogy mi a rossz tulajdonságod, akkor érdemes olyan rossz tulajdonságot említeni, ami igazából jó tulajdonság, tehát ilyen lehet például a feladatorientáltság. Ugye ez, de most ez nem állásinterjú mondom, hanem ez tényleg nekem egy egyszerre jó, meg rossz tulajdonságom. Tehát, hogyha van valami meló, amit úgy érzem, hogy ez tényleg fontos, és meg kell csinálni, akkor nekem nem számít semmi, akkor ne szólj hozzám senki, nem érdekel az ebéd az asztalon, hanem akkor azt csinálom. Ez egyszerre jó is, meg rossz is, nyilván a meló szempontjából jó, de a feleségem nem mindig örül neki. Hát azért nagy a szórás, 4 gyermeked van, mennyi idős a legkisebb? Mivel 6 éves. Akkor vele még azért kell foglalkozni, mint tényleg igazi kisgyermekkel is otthon. Lilla olyan okos, hogy... figyelj, most alapvetően is szerintem nagyon jó értelmi képességei vannak. Tehát a Lilla nem igényel ilyen babás gondoskodás, miközben kisbaba még. Tehát, hát ő is úgy nőtt fel, gondolom, vagy úgy nő fel, cseperedik föl, hogy közben a lelki világát gazdagítjátok, akár mesékkel, versekkel, történetekkel. Ilyenkor ki az, aki vele foglalkozik, az édesanyja vagy az édesapja? Senki. Jó megcsináljátok, gyakorlatilag ezt a módszert is fogadták meg, hajtékonyabbá válik az élet. Nem, hát mindenki, tehát figyelj, tehát nem egy ilyen óriás palotában élünk, hanem nagyon intenzíven együtt. Van, tehát a lakásunkban van egy rész, ahol elvileg ők elszeparálódhatnak, de nem szeparálódnak el, hanem a nappaliban történik minden. Tehát kezdetben csak egy-két baba jelent meg ott, aztán egy babaház, aztán tudod, ez az, és a végén most gyakorlatilag a nappalinknak a fele az ilyen játék. Akkor lényeg az, de az egész családot van, nem csak Lilla, persze, meg ki, hanem mindenki. Tehát nagyon intenzíven vagyunk együtt, úgyhogy a Lillával is igyekszünk külön foglalkozni, ez egy kihívás, tehát ezt elhatároztuk a feleségemmel, hogy legyenek ilyen én idők, amik páros én idők, tehát hogy mit tudom én, az Adri Lillával, akkor Alice apával, így próbáljunk mit tudom, 1-2 órát együtt tölteni ketten, ez fontos lenne, csak nagyon nehéz gyakorlatilag megvalósítani.
Szoktatok nekik olvasni verset, mesét esténként, hogy úgy aludjanak el, vagy kénytelenek a maradj otthon különböző tartalmi célú reklámokra elaludni, és a televízió képernyőjét van. Ugye érdekes módon a maradj otthon reklámok, vagy társadalmi célú videók, azok nagyon népszerűek lettek a gyerekeknél. Tehát, erre a ti biztos... gyerekeiteknél, vagy egyébként? Mi gyerekeink kevésbé voltak ráizgulva erre, mert ők már alapból nagyon megunták azt, hogy állandóan az apjukat kell nézniük a tévében. De ugye általában a gyerekeknél, és ez tényleg egy váratlan hatás volt, én ilyen mesefigurává váltam. Tehát Györfi Pali bácsi a tévében, ahogy mindig, hogy a gyerekek nagyon jól tűrik a monotóniát, sőt, igénylik is, az egy fontos támasz, egy kapaszkodó. Jól el lehet rálaludni. Animális gondolkodásuk van, úgyhogy teljesen így pozícionáltak engem, hogyha valahol találkozom egy gyerekcsoporttal, abból mindig ilyen kedves jelenetek vannak, és rengeteg mesét, meg rajzot kapok, úgyhogy ez már egy nagy hozadéka ennek az időszak. Rengeteg mém is született ebből. Te ezeket hogyan viselted? Amikor az ember szembesül mondjuk az interneten, ráadásul nem csak te, hanem nyilván a gyermekeidnek az egész családot szembesülhetett. Ezek alapvetően kedves mémek, tehát nem bántóak. De azért mégiscsak az van, hogy úton útfélen te jöttél szembe, és hát hogy mondjam, egy idő után nyilván sokaknak elege volt ebből, hogy a fenében nem mondja már meg nekem Györfi Pál, hogy mit csináljak otthon. Igen. És ebből azért sok minden született. Igen, így per definíció, nem azért tisztázzuk, hogy a mém fogalma az nem csak ilyen poénos, pozitív dolog lehet, tehát az nagyon sok minden lehet, de most ebben az esetben, vagy a járvány idején, meg velem kapcsolatban ugye a mém alatt ezeket a gegeket, vagy poénokat értjük, és ezeknek én első pillanattól tulajdonképpen örültem, mert úgy éreztem, hogy most már tényleg annyira szorongós ez a helyzet, így a közéletben is, meg az emberek lelkében is. Volt, aki csak a betegségtől félt, leginkább attól félt. Volt, aki már kezdettől az egzisztenciáját is féltette, sokan elvesztették az állásukat, a munkájukat, szektorok csődöltek be, úgyhogy ebben az időszakban azért a humornak szerintem küldetése van. Az más kérdés, hogy ugyanakkor meg, mivel sok családban már volt, aki megbetegedett, vagy meghalt, ne vagy Isten, azért a humorral vigyázni is kellett. Érdekes, Kariti Frigyens azt mondja, hogy az emberek, ha idősebbek lesznek és rájönnek, hogy senki se hallgat rájuk, bosszúból gyereket szülnek maguknak, hogy legyen valaki, aki előtt eljátszhatják a felnőttet és a mindentudót. Most azt vallod magadról, hogy te egy derűs, pesszimista ember vagy. Ez egy viszonylagosan furcsa fogalom, ez olyan, mint a Kosztolányi Dezsőnek azt mondanánk, hogy a boldog, szomorú dal miről szól. Mit jelent ez a derűs, pesszimista? Hiába mondom a magam szavait, nem figyel oda, kikapcsolja a telefont. De te ki ne kapcsolj, nem sokára lesz egy újabb adás, tudsz róla? És csak akkor tudsz róla, ha feliratkoztál. Úgyhogy nyomj egy csengőt. Csengő. Hát ugye a pesszimista fogalom azt jelenti, hogy ha több forgatókönyv lehetséges, akkor én általában a rosszabbra számítok. Tehát, hogy az fog megkövetkezni. De nem túl derűs. Ez nem túl derűs, de hasznos. Tehát például, ha megint visszatérhetek a munkámhoz, a kommunikációs munkában, főleg, hogyha egy szervezet kommunikációjáért vagy felelős, és mondjuk krízis kommunikációs helyzetekbe is kerülsz, akkor ez szinte egy ilyen szakmai alap igazság, hogy angol kifejezéssel úgy szokták mondani, hogy hope the best, prepare for the worst. Ez azt jelenti, hogy reméld a legjobbat, de készülj mindig a legrosszabbra. Igen. Ez egy tök jó stratégia szervezeti krízis kommunikációban. A magánéletben kevésbé, mert tényleg a feleségemnek igaza van, aki azt mondja mindig, hogy ne mindig a legrosszabbra számíts, mert bevonzod akkor mindig a rosszat, hogyha ha erre számítasz, legyél sokkal optimistább. A derű nekem onnan jön, hogy miközben én a legrosszabbra számítok, én közben tök jókat tudok röhögni. Magamon is, meg a világon is, tehát hogy szerintem ez is a nagymamám hatása, ő abszolút ilyen pesszimista volt, nyilván háború, meg sok minden az életében ilyenné tette, de közben pedig ő is egy derűs egyéniség volt, úgyhogy a humor sok mindenen átsegít, de azért a megfontoltság az nem árt. Mégis van-e olyan fajta álmod, akár a családodban, akár a munkád terén, amire azt mondanád, hogy ezt még én nagyon szeretném? Igazából nekem soha, furcsán fog hangzani talán, meg nem vagyok rá büszke, de nem volt soha célom. Tehát gyerekkoromban talán célnak nevezhető az, hogy mentős akartam lenni, de onnantól kezdve nekem például nem volt soha célom, hogy gyerekeim legyenek, meg nagy családos legyek. Nem volt célom az, hogy diplomás legyek. Azt igazából az első feleségem, mert nekem volt egy első feleségem is, akinek nagyon sokat köszönhetek, akkor még meglehetősen éretlen voltam, és ő volt az, aki mindig próbálta bebizonyítani, hogy nekem fontos tovább tanulni, mert kihagynék egy nagy lehetőséget az életemben, és én akkor még mentőápolóként dolgoztam, ott is jól éreztem magam, meg
értékes munkának tartottam, azt is, meg tartom ma is. Hát de az, hogy fontos is volt, hogy tudd a mai munkádat végezni, hogy szemtől. Igen, az egy lépcső volt. Igen, de neki sokat köszönhetek, hogy tovább mentem, de most összefoglalva, tehát nem voltak nekem soha nagy céljaim, és igazából most sincsenek nagy céljaim, viszont az egy szükségszerűség, vagy ezt nagyon szeretném, hogy a gyerekeim mellett ott tudnék még lenni 10-20 évig, hogy nem csak, hogy segítsek nekik, hanem hogy aktívan partnerük lehessek. Na most ehhez az egészségemmel kell foglalkozni, tehát eljutottam odáig, hogy tényleg most már ez a legfontosabb célom, hogy én egészséges maradjak, és hogy a családomat tudjam így menedzselni, vagy védeni, vagy partner lenni benne. Ez a legfontosabb célom. Örkény István azt mondja a Csupa Közhely című versében, hogy egyszer értük is eljön a halál, ahonnan még nem tért meg utazó, nincs ellene orvosság a kertben, de ha majd becsapja mögöttünk az ajtót, akkor sem áll meg a világ. Jönnek majd utánuk mások, ahány csepp van a tengerben, annyi, élik a maguk életét, míg csak rajtuk is át ne fut a hideg. Földben nem gyökerezik a lábuk, s tanástalanul néznek visszalá, mintha elvesztettek volna valamit. Hát én azt kívánom neked, hogy neked még sok-sok időd legyen ahhoz, hogy ezeket a dolgokat át tud adni mind a családodnak, mind az embereknek, és hogy majd egyszer, ha odáig kerül a sor, hogy eljön az idő, akkor legyen, aki ezt a stafétát tovább viszi, és úgy tud mindezt átadni, hogy olyan lelkülettel, olyan intenzitással és olyan szeretettel végezze a munkáját, és gondoskodjon a családjáról, mint ahogy te tudsz egyik és a másik helyen is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Több évtizedes barátság fűz Gianni-hoz, megmondom őszintén, valami egész mást vártam tőle, de ő Dante isteni színjátékát választotta, nagyon különleges választásról van szó, mert hogy visszatérünk az emberi értékekhez, visszatérünk ahhoz, amit mindannyian igazán szeretnénk gondolni, mondjuk egy reneszánsz élethelyzetben az emberről, az emberiségről és magunkról. A következő vendég a sorok között. Gianni. Egy hatalmas nagy kultúrával rendelkező ember úgy tudja előadni a Divina Commedia-t, mint Divina Commedia, mintha egy csoda lenne. Szóval én mindig megragadtat az ő magyarázata, és ahogy magyarázza. Én sajnálom azt, hogy ezt nem tudom, és sose fogom tudni nektek átadni. És ezzel szocializáltuk, ezzel csajoztunk, ez egy fegyver volt valamilyen formában, ami, ha énekelünk, eszünk, együtt vagyunk, mosolygunk, fürdünk. Nem mondom a többit, gondolom, értettétek a pont. Ez a tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden csak komédia, hogy mondja a magyar beszél. Abszolút. Nekünk mindig az volt az első, hogyha nem használtunk egy játékot, add oda, tanulj meg odaadni. Pucold meg, takaríts meg, legyek szép, és add oda. És örülj a másik öröméért. És értük, és nekem meg kellett tanulnom a végén kapni, mert nem tudtam úgy örülni. Fontos, a műsor és a vers megnézhető a YouTube csatornámon, ahol néhány olyan beszélgetést is láthatnak, ami már nem fért bele az adásidőbe. A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak. Az eleganciát az Öltönybirodalom biztosította. A műsor támogatója a Blick, a Magyar Versmondók Egyesülete online is életre kelti a verseket. A műsort az Erla Technopro Kft. Technikája örökítette meg.